Szevasztok, srácok! A mai alkalommal ismét egy ilyen LEGO tutoriállal jelentkezek, ami igazából annyira nem igaz, csak mindegyik olyan tartalomnak, amit nem tudok hova sorolni, most már ilyen LEGO tutoriál nevet fogok adni. Szóval ebben a mai adásban meg fogjuk nézni, hogy hogyan néz ki a 2020-as nyári LEGO katalógus. Szerintem mindenféleképpen érdemes megnézni őket, vagy ezt a kis kiadványt, úgyhogy srácok, vágjunk is bele! De ezt mindenféleképpen vegyétek számításba, hogy ez az észak-amerikai verzió, tehát az árak az egyértelműen nem azok az árak lesznek, mint az európai divízióban szoktak lenni, sőt, még ugye a megjelenési dátumok is elég sok esetben el szoktak térni, úgyhogy ezt mindenféleképpen vegyétek számításba, sajnos az európai verzióját nem találtam meg, viszont ennek a linkjét leteszem a legelső kommentbe, vagy a leírásba, majd meglátjátok valahol. És hogy itt a kezdő oldalon már látjátok is, ugye a fő oldal egyből ezzel a hatalmas Lamborghinivel indul, meglepő módon ezt tették rá a fő oldalára, igencsak friss készlet, szerintem ez mindenféleképpen meglepő, hogy ezzel indít az egész katalógus, általában nem ennyire friss készleteket szoktak reklámozni benne, és ugye itt még itt van ez a kis reklám is, ami azt mutatja, hogy 85 dollár felett, hogyha vásároltok, akkor ajándékba adják ezt. Egyébként ez Magyarországon 23 vagy 27 ezer forint, attól függ, melyik boltba vásároljátok meg a bizonyos készleteket, és közvetlenül a legelső oldalon, hogyha kinyitjuk virtuálisan, akkor ugye itt be is mutatja, hogy milyen ez a csodálatos Lamborghini, amiről egyébként volt videó is a csatornán, ugyanúgy fönt a sarokban ezt is meg tudjátok nézni, bár szerintem ebben a katalógusban lesz csomó olyan készlet, amit már én bemutattam, és mindet nem tudom oda a sarokba belinkelni, de mindenféleképpen nézzétek szét a csatornán, mert közel most már 200 videó van, úgyhogy szerintem érdemes azért a múltba is tekinteni, hogy ha még nem néztetek vissza. Aztán ahogy lapozgatunk tovább, ugye itt vannak a következő LEGO Technic készletek, ugye itt van Domnak a Dodge Charger-e, ez is néhány héttel, talán egy hónappal ezelőtt ezt is besikerült mutatnom, itt van ez a Technic Land Rover is, ami szerintem egy egész jó, különleges készlet volt, hát még tavaly ősszel, talán tavaly ősszel mutatták be. Szerintem baromira jól sikerült, és ennek mennyivel jobban áll ez az olívazöld szín. Hál' Isten ugye, hogy a Lamborghinit nem ebben a színben álmodták meg, szerintem sokkal jobban néz ki ennek a Land Rovernek ez az árnyalatú barna, vagy zöld, kinek mi. Ugye mellette ott van még az a hát ikonikus Bugatti Chiron, amivel még sajnos nem volt közelebbi dolgom, de nagyon gondolkozok rajta, hogy egyáltalán bemutassam-e, mert hát egy az drága, a másik meg az, hogy már annyira régi készlet, hogy már ezren bemutatták, úgyhogy nem tudom, hogy be akarom-e mutatni. Mindenféleképpen tetszik, de nem a kedvenc autóm, úgyhogy igazából annyira nem is izgat. És ez a Chevrolet Corvette, ezt már jó párszor ajánlottátok nekem, hogy mutassam be a csatornán, de már a kommentekben is leírtam, hogy jó Isten, ez a szerencsétlennek az eleje, annyira bénán sikerült, hogy nem, én ehhez nem nyúlok, nagyon béna szerintem. Aztán ugye itt vannak a kisebb készletek, ezek még megjelentek azt hiszem nyáron, kisebb technik készletek abszolút nem érdekeltek engem, viszont itt van ez a Porsche 911 RSR, erről is volt egy videó, sőt nekem ez volt a legelső technik készletem, amit én valaha összeépítettem, úgyhogy ha azt se láttátok, még mondom, keressetek vissza a csatornában. Ez is ugyanúgy megtalálható, csak úgy, mint a mellette szereplő, hát egy kicsit csalódást keltő, appal irányítható, mi ez, Top Gear-es autó, ami igazából nincsen licenszelve, úgyhogy csak egy ilyen basic autót kaptunk. Nekem egy kicsit csalódás volt, pláne, hogy azért elég drága ahhoz képest, hogy csak ilyen hány darabos is? 463 darabról van szó. Értem én, hogy ugye benne van az a motor, meg az irányítás, meg minden, ami drágává teszi, de akkor legalább valami licenszet tettek volna alá, szerintem ez nem ért meg annyit, viszont erről az oldalról gyakorlatilag az összeset bemutattam, úgyhogy ezeket is mindenféleképpen nézzétek meg, ha még nem láttátok, ebből az oldalból, hát nekem a kedvencem talán a Ford Mustang, bár az összes többi is bejön, egyértelműen a legkevésbé szerintem a James Bondos autó sikerült legalábbis számomra, nekem ez jön be a legkevésbé, viszont a kis Fiat 500 a kis cukiságával egyértelműen nagy kedvenc, és nekem nagy meglepetés volt ez a Harley Davidson, és ahogy mondtam is a videóban nektek, amikor még kiraktam tavaly nyáron, kb. Egy évvel ezelőtt, hogy mennyire új élmény volt ezt összeépítenem, alapjáraton sose volt annyira nagy kedvem összeépíteni ezt a choppert, vagy mi ez, mert igazából sose szerettem ezeket a stílusú motorokat, viszont amikor összeépítettem, azért eléggé masszív méretű kis kiállításra való motorot kaptunk, meg egész jó is volt összeépíteni, úgyhogy nekem mindenféleképpen egy egész friss élmény volt. Azután ugye megkaptuk az új Series Speed Championsokat, ez már 2020 januárja környékén jelentek meg, nagyon évelején,
ebből is be volt mutatva az összes, ezeket is nézzétek meg mindenféleképpen, hogyha még nem láttátok, és hát itt az én kis kedvencem, ez az Audi Pazarul sikerült. Remélem a LEGO folytatni fogja ezt a vonalat, ugyanezzel a kiszélesítéssel, mert tényleg nagyon jól állt neki, hogy így megváltoztatták, mert ugye régebben sokkal keskenyebbek voltak ezek az autók. Viszont így el is érkezünk ahhoz a termékcsaládhoz, amiben hát nekem abszolút semmi közöm sincs. A LEGO Cityből én még soha nem raktam ki egyet se talán. Hát lehet, hogy kiskoromban volt hozzá szerencsém, de akkor még lehet, hogy nem is LEGO City volt a neve, hanem csak simán LEGO System. Erre már pontosan nem emlékszek, úgyhogy ezeket a készleteket tényleg nem ismerem, meg hát nem az én világom, úgyhogy ezek nem hiszem, hogy be lennének bármikor is mutatva. Ugyanúgy, mint ezek a frences készletek, semmi közöm sincs hozzájuk. Viszont itt el is kezdődnek a Star Wars-osok. Hát be volt mutatva ez is a csatornán, ez a rémisztő szemű Yoda, ami tényleg egész jól sikerült, viszont azok a szemek, amit adtak hozzá a LEGO-ék, ez így nem, nekem annyira nem jött be. Viszont maga az alkotás egész jól sikerült, főleg, hogy ugye volt ennek egy régebbi verziója is, ami hát sokkal kockásabb verzió volt, még az még a 2000-es évek elején jelent meg. Ez ahhoz képest azért fényévekkel jobban ki van találva, és sokkal jobban le van simítva a felülete. És itt van ez a két kis Battle Pack, ezt a kettőt is bemutattam még a 300 alatt keretein belül. És tudom, lesz 300 alatt, ne izguljatok, nem csak ezek a tutorial videók lesznek, de jelen pillanatban hát nincsen olyan kis készlet, amit én beszeretnék mutatni, vagyis hát vannak ugye a Harry Potteresek, de azokat még mindig várom, mert még mindig nem érkeztek meg. De ja, ez a kettő is be volt mutatva, úgyhogy ha nem láttátok, akkor a 300 alattnak is van egy ilyen kis lejátszási listája, ott meg tudjátok nézni. Viszont itt az a legfelső Obi-Wan-nak a hátja, Obi-Wan-nak a kis búvó helye, az nem volt bemutatva. Igazából annyira nem érdekel a készlet, nem, valamiért engem nem fogott meg. Viszont az alatta lévő Sith TIE Fighter megvan, de még nem volt időm összerakni, vagyis hát nem volt alkalmam rá, mert mindig jött újabb készlet, amit be kellett mutatni, de mindenféleképpen ezt is be akarom mutatni, mert szerintem egész jól sikerült ahhoz képest, hogy a filmben is hát nem olyan sokat szerepeltek, mert hát szerintem a két kezemen össze tudom számolni, hogy hány perc volt a filmben, amíg láttuk ezeket a TIE Daggeröket, amikor is először mindenki úgy hívta őket, hogy ezek a TIE Daggerök lesznek, aztán kiderült, hogy ugye Sith TIE Fighter a nevük. Szerintem jól néznek ki, de az eredeti TIE Fighterek azért mégiscsak menőbbek. Aztán itt van Poe-nak az újabb X-szárnyúja, gyakorlatilag minden évben kaptuk egy X-szárnyút, amit Poe vezet. Minden alkalommal kapott egy teljesen más festést, ez egyértelműen csak azért kapta azt az új festést, mert hogy el tudjanak vele adni újabb játékokat, szóval kicsit olyan furcsa megoldás, viszont attól függetlenül nekem ez a legjobban tetsző színárnyalat, amit kapott ez az X-szárnyú, de tényleg azért most ezért kellett átváltoztatni a színét. Sőt, a filmben ugye meg sem említik, hogy hey, Poe, neked most megint miért van újabb színezetű X-szárnyú, igazából, mintha ez teljesen normális lenne, hogy egy másik színezetű X-szárnyút vezet. Furcsa. Aztán itt van Luke Skywalkernek a landspeederje, ami azt hiszem megvan, bár ebben 100%-ig nem vagyok biztos. Ezt is össze kellene már rakni, de eddig még annyira nem füllött hozzá fogam. Aztán itt van az én kedvenc 2020-as témám a Star Wars-osoknál, még pedig ezek a sisakok, amik hát itt vannak mellettem. Ennek az utolsó részét mutattam be ezen a héten, igen, kedden. Nekem nagyon tetszettek, tudom, hogy nektek annyira nem jöttek be, de nekem mindenféleképpen kedvencem ez a hullám, úgyhogy remélem, hogy a LEGO folytatni fogja ezt a későbbiekben is, mert szerintem tök jól néznek ki. Persze néhány kis változtatás azért majd kell eszközölni rajta, de hát ha későbbiekben sokkal részletesebb és sokkal, hát nem is sokkal, de valamilyen szinten azért nagyobb sisakokat adnának, azt szerintem egész jó lenne. Mellette pedig ott van ez a dió építető figura, ami abszolút nem. A filmben is néhány percet szerepelt, semmi kötődésem nincs hozzá, úgyhogy annyira nem is érdekel. Viszont itt van ez a hatalmas Ultimate Collector Series-es 75252-es Star Destroyer, ami hát a legjobban teljesítő videó a csatornám. Már majdnem 120 ezeren megnézték azt a videót, nem is értem, hogy az hogy ért el ennyi ember, de mindenféleképpen tök jó ilyen számokat látni ezek mellett. Viszont én is nagyon élveztem az összeépítését, ez volt a legelső olyan készlet, ami ilyen hatalmas volt. Azelőtt meg azután se építettem. Hát nem darabszámban, mert darabszámban építettem már nagyobbat, de egy kiterjedésében még nem építettem ennél nagyobb LEGO készletet. És itt van a következő UCS verzió is, amit néhány héttel, egy hónappal ezelőtt talán össze is raktam. Ez is ugyanúgy fönn van a csatornán. Attól függetlenül ez az ászárnyú nekem nem egy nagy kedvenc, de a LEGO mindenféleképpen egész jó munkát végzett vele, mert tényleg szépek a vonalai, és nagyon jól eltalálták azt a két tónusú festését. Aztán elérkezzünk a DC és a Marvel világába.
Hát igazából ehhez sincs sok közöm, hát azon kívül, hogy a DC univerzumban nagyon szeretem a Batman-es készleteket, abból is ugye a gyűjtői kiadásokat, és ugye itt is van ez a hatalmas Batmobile, ami nekem egyértelműen a 2019-es év, hát legjobb készlete volt. Nekem nagyon tetszett, sőt ugye külön készítettem is egy videót, hogy mi volt 2019-ben a számomra legjobban tetsző készlet, és abba ott az első helyre be is szavaztam, mert tényleg hát egyszerűen pazarul sikerült ez a gép. És a kommentek között láttam is, hogy valaki földobta azt, hogy melyik tetszik jobban, a Cyan vagy ez. Hát nekem egyértelműen a Batmobile, az nagyon megdobogtatta annak idején a szívemet. Aztán ugye itt van fölötte ez az új Wonder Woman-es készlet, amit biztos nem lesz bemutatva, viszont a doboz dizájnja az teljesen jó volt, egy teljesen más irányt indított el a Lego-nél a készletnél, szerintem az egész jól nézett ki. Hát mellette a Marvel készletek, sose volt semmi közöm hozzá, mindig is ilyen kisebb készleteket csináltak. Ezek inkább játékra vannak, én meg nem a játék részét nézem, hanem inkább kiállíthatóság szempontjából. Csak ugyanúgy, mint ezeknél a Minecraftos készleteknél. Hát ezekhez sincs sok közöm, nem is hiszem, hogy bármikor is be lesz mutatva a csatornán ilyesmi. Viszont a Ninjago készleteknél néha azért egy-kettő előfordul, ami tetszik, úgyhogy ezt így 100%-ra nem tudom kijelenteni, hogy soha nem lesz ilyen tartalom, de hogy biztos kevesebb tartalom lesz, mint a Creator Expertökről, ami már meg is szűnt, mert ugye az már nem is Creator Expertös, hanem 18 pluszos vonal, de mondom, válható egy-kettő ezek közül, de hogy melyik, azt még nem tudom, mert hát itt, ami a képen van, ezek közül igazából egyik sem jön be, de előbb-utóbb biztos lesz majd ebből is még bemutató. Viszont itt vannak ezek a lányos készletek, ezek a doccosok, amik nem az én világom. Lapozzunk is tovább, ugyanúgy itt vannak ezek a Lego Friends-ek. Hát ez nem ez a csatorna, amin ezekbe lesznek mutatva, sajnálom. Viszont itt vannak ezek a 3-1-ben modellek, ami érdekes módon nem az újakat tették fel, tehát nem a kalózhajót, meg azt a camper vant, meg volt egy holdra szálló valami talán, ami érdekes módon nem azt rakták ide, hanem még ami 2 évvel ezelőtt jelent meg, azokat reklámozza még mindig itt a Lego, kicsit furcsa megoldás ez szerintem. Viszont mellette ott van ez a hatalmas Lego Ideas készlet, ami hát eddig a Lego Ideas-ok közül idén nekem egyértelműen ezt tetszik, egyértelműen már megint kétszer elmondom ugyanazt. Nem sajnálom, hogyha néha tele van szóismétléssel a videók, de hát még mindig nem tudok beszélni. Szóval ez a Lego Ideas készlet egyértelműen az idei év legjobbja. Kíváncsi leszek, hogy idén milyenek fognak még megjelenni. És azt hiszem, ez idén jelent meg, vagy tavaly, ez az International Space Station. Ebbe 100%-ig nem vagyok biztos, de lehet, hogy tavaly volt az, tavaly év vége. De mindenféleképpen nagyon jó készlet volt. Ez is ugye ez a tizedik, azt hiszem a tizedik évfordulóra adta ki a Lego, mert ugye a tizedik évfordulóját ünnepelte a Lego Ideas, és itt a másik oldalon pedig találkozunk néhány Lego minionos készletekkel, aminek azt hiszem el is tolták a megjelenését, vagy nem is az összes készletet mutatták be, hanem csak bizonyos készleteket belőle, és majd a többit akkor fogják, amikor a filmet is. Bár ebben 100%-ig nem vagyok biztos, hogy mindenféleképpen javítsatok ki, hogyha tévedek. Igazából ez tetszik legjobban ebből a hullámból, de ez sem tetszik annyira, hogy megvegyem, tehát annyira azért nem érdekel. Viszont a mellette lévő készletek egyértelműen, igaz, nem rendeltem elő, de mindenféleképpen szerintem be fogom szerezni, amikor megjelennek, ezt a kis Brickheads készletet. Tudom, hogy ez is egy olyan niche tartalom, amit hát nem igazán szerettek, de nekem azért eléggé tetszenek a Brickheads figurák, úgyhogy ez mindenféleképpen be lesz mutatva, ugyanúgy, mint a mellette lévő Razor Crest, mert szerintem az egész pazarról sikerült, és a minifigura kollekció mellette is azért egész jól sikerül. Viszont itt elérkezünk a legérdekesebb pontjához ennek a kis katalógusnak, az, hogy hamarosan érkeznek készletek, még pedig június 17-e az gyakorlatilag mindjárt itt van, és egy ilyen Disney készletet reklámozza, ami kíváncsi vagyok, hogy mi lehet, de nekem azért van egy tippem, hogy ez egy 18 pluszos készlet lesz, mert ahogy látjátok itt a képen, ugye ugyanazt a kis hagyományt követi a háttérben lévő kis piros motívum, azok a kis piros Lego elemek, mint a mostanában megjelent összes többi 18 pluszos készletnél, amit hát most éppen nem tudok megmutatni, mert egyetlen doboz sincs a környezetemben, viszont azoknak az alján, tudjátok, van egy ilyen kis csín, vagy csík, ezeknél a készleteknél is ugye ugyanígy ezek a kis kocka elemek vannak, csak feketével, és úgy néz ki, a Disneynél is lesz egy ilyen 18 pluszos sorozat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy abban vajon milyen készlet lehet. Lesz itt egy július 6-ai megjelenés Jurassic World-el kapcsolatban. Ez egyértelműen nem hiszem, hogy 18 pluszos lesz, legalábbis ugye a hátteréből az jön le, és lesz egy június 21-ei szuperhírózos, ami szerintem már azok a készletek, amit be is jelentettek, hogy ugye jönni fog az a sisak, mármint a Marvel-es vagy a Vasemberes sisak,
meg néhány egyéb Marvel-es készlet, úgyhogy igazából szerintem sok újdonság itt nincsen. És a végén pedig még megkapjuk a Creator Expert-ös készleteket, amik hát nagy valószínűséggel most már ezek a moduláris épületek más doboz dizájn alatt fognak megjelenni a későbbiekben. Ugye ennek volt az egyik változata, ez a Bookshop, amit én is bemutattam, de a másik hárommal hát nekem nem volt közelebbi szerencsém megismerkedni. Igazából nem néznek ki annyira rosszul, de a moduláris épületek terén úgy vagyok, hogy tetszenek, de igazából nem a kedvenceim. És ahogy így tovább lapozunk, el is érkeztünk egy másik Creator Expert-öshöz, ami gyakorlatilag szerintem ugyanúgy ez is 18 pluszos lesz, hogyha egyáltalán még lesznek ilyen stadionos készletek, amik szerintem egész jól fogytak, úgyhogy egész jól lenne, hogyha Lego folytatná ezt az egész vonalat. Mégpedig ugye itt van a Manchester United stadion, amit ugyanúgy én is bemutattam, attól függetlenül, hogy nem vagyok nagy foci rajongó, az épület maga egész jól sikerült, viszont ez a mellette lévő roller coaster, ez a kis hullámvasút készlet, ez nem az én világom. Attól függetlenül, hogy szeretem a Creator Expert készleteket, ebből sem mindet, ez is már jó pár évvel ezelőtt jelent meg, nem, nekem abszolút nem tetszik, úgyhogy ez biztos nem lesz bemutatva mostanában a csatornán. Viszont itt van ez a legújabb Haunted House nevezetű készlet, ami szerintem pazarul sikerült, mindenféleképpen ezt is nézzétek még meg, ha nem láttátok a csatornán, szerintem ez egy remek készlet, és látjátok, ennek az alján is ugye ott van az a kis csík, amit előbb mondtam nektek, hogy a Disney-nél ugye pirossal volt, itt meg ez a kis barnás árnyalat, úgyhogy mondom én, hogy ez egy 18 pluszos készlet lesz, úgyhogy tényleg nagy kíváncsiság van itt bennem, hogy vajon mit találtak ki a Disney készletek kapcsán. Lehet, hogy valami, de akkor Star Wars-os lenne, mármint akkor Star Wars logó alatt lenne, nem Disney, attól függetlenül, hogy a Star Wars is Disney termék. Mondom, kíváncsi vagyok. És gyakorlatilag ezzel el is érkeztünk a végére. Szerintem a katalógus nem rossz, viszont tényleg rengeteg olyan készlet van benne, amit már eddig is láttunk, úgyhogy érdekes, hogy nincsenek benne sok olyan készletek, amik hát tudjuk, hogy érkezni fog, és mégsem rakták bele. Furcsa megoldás, de hát a katalógusok általában ilyenek szoktak lenni. Na srácok, hát szeretném megköszönni a figyelmeteket, remélem tetszett ez a kis katalógus bemutató, mindenféleképpen találkozunk a következő adásban, ami szerintem a szokásos heti bemutató lesz, utána pedig érkezni fog egy heti LEGO hírek, addig is sok legyetek, találkozunk abban az adásban, szevasztok!